Máté evangéliumának ebben a részletében Jézus magához hív. Azt mondja, jöjjetek hozzám. Mit jelent hozzám menni? A körülötte lévőkhöz szól, akik hallgatják őt. Hozzám szól. Azt szeretné, hogy megértsem és befogadjam a legfontosabb törvényt, a szeretet parancsát. Jézus Isten látható arca számomra, annak a szeretet Istennek az arca, aki úgy szeret, ahogy vagyok, képességeimmel és korlátaimmal, törekvéseimmel és kudarcaimmal együtt. Jézus ma is hív, hogy menjek oda hozzá. Nem akar teher lenni, nem akar rám nehezedni, örömmel akar eltölteni. Azt szeretné, hogy ne önmagamba forduljak, hanem nap mint nap ajándékozzam oda magam egyre teljesebben a többieknek. Így lesz igája édes és könnyű. Ma is őt akarom választani. Jelenlétének fénye be fogja világítani hétköznapi lépteimet, és a nehéz körülmények között is segíteni fog felfedeznem az élet értelmét. Az alkalmak ma sem fognak hiányozni. A családban, a plébánián, a munkahelyen, amikor megbántottnak érzem magam, amikor hidak helyett falakat találok. De ha a Jézusi szeretetre törekszem, meg fogom találni az erőt, a szabadságot, és Isten élete utat tör bennem. Igája szárnyakat fogadni. Fogadjuk el ma is Jézus meghívását, menjünk oda hozzá, és ismerjük fel, hogy ő a béke és a remény forrása számunkra.